Megemlékezést tartottak Salasz Gyula, Arad egykori polgármesterének mellszobránál. Ma van az előjáró születésének 190. évfordulója. A néhai városvezető meghatározó szerepet játszott Arad modern arculatának kialakításában. Aradon 10 évvel ezelőtt emeltek szobrot Salasz Gyulának. Ide helyezték el a koszorúkat a néhai városépítő polgármester emlékére, a helyi önkormányzat képviselői, különböző civil szervezetek, köztük az Arad Gyula baráti társaság tagjai is. A szülőháza közelében Gyulán emléktábla őrzi Arad leghosszabb, időtartamot letöltő polgármesterének emlékét. Több ízben voltunk mi is ott koszorúzni a táblát, és ők is, a gyulai barátaink is el szoktak jönni az aradi szoborhoz. Salasz Gyulát 1875-ben választották meg Arad polgármesterének, és 26 éven keresztül töltötte be ezt a tisztséget. Ez idő alatt robbanásszerűen fejlődött és vált modern nagyvárossá a párciumi település. Akkor vált Arad európai várossá, úgy az urbanisztikai fejlődését tekintve, mint a gazdasági fejlődését. Természetesen a kulturális szempontból is meghatározó intézmények valósultak meg. Salasz Gyula idejében épült fel az új városháza. Ekkor emelték a 13 vértanú obeliszkét a vesztőhelyen, valamint a szabadságszobrot az akkori főtéren. Ő volt az, aki kiépítette a belvárosi sugárutat, de nevéhez fűződik a Maros védőgátjának megépítése, az utcai villanyvilágítás bevezetése, a város csatorna és vízvezeték hálózatának létesítése is.